Sényűn évek óta az a cél, hogy a bajnokság végén egy számjegyű helyezés álljon a csapatneve előtt. Ezt a célt a 2021-22-es idényben is sikerült elérni, a tavalyi 8. helyezés után egy pozíciót javítva a 7. helyen zárt Imrő László és Fiumei Viktor együttese. A bajnokság felénél 28 ponttal a 9. helyen állt a Sényű, ehhez tavasszal 34 pontot tettek hozzá Kapacina Valerék. Most elég jól szerepeltünk idegenbe. Ezekkel mindenképpen elégedettek vagyunk, akkor voltak hazai mérkőzések is, tényleg jobb csapatok ellen, amik jobban sikerültek, viszont ugye megfordítva a kérdést, volt egy-két olyan meccs, ami után keserű szájízzel hagytuk el a pályát, ugye ilyen például egy Debrecen 2-nél egy nem olyan jól kinéző vereség, vagy hazai pályán egy Putnok elleni vereség. A Sényű az elmúlt években szűk játékos keretből gazdálkodott. A nagy mozgás nem volt jellemző a csapatra, változások azért ezen a nyáron is vannak. Ami eddig konkrét, az távozott 3 ember, ugye a kapusunk Nagy Máté, a Pál Zsombi és a Prakonkám Ádám. Ami érkező oldalról még eddig publikus és biztos, az ugye visszatért hozzánk a Jócsák Dávid és a Barta Gábor, ők mind a ketten fél évet Újfélton voltak idézőjelesen kölcsönbe, ugye több játék lehetőséggel, aztán őket is figyelgettük, néztük azért a mérkőzéseiket, eredményeiket, aztán ők így most visszatértek hozzánk. Az MLS döntési értelmében az úgynevezett fiatal szabály az NB3-as csapatokat is érinti. Erre igyekeznek felkészülni Sényűn is. Egy 2004-es születésű játékosnak, ami elég fiatal, ugye kötelezően pályán kell lenni végig a 90 percig minden mérkőzésen. Ugye ebből kifolyólag azért ebből a korosztályból be kell szerezni legalább 3-4 játékost, ugye sérülés, formahanyatlás, eltiltás, stb. Révén, meg ugye, hogy lehessen cserélni is ezeket a játékosokat. Szerintem a többi csapatnak is elég fejtörést okoz ez, hogy honnan oldják meg az ilyen típusú fiatal játékosokat. Mi is rajta vagyunk a dolgon, és megpróbáljuk a lehető legjobb megoldást megtalálni erre. A sínyűi játékosok már június 23-án találkoznak, és néhány ráhangoló nap után elkezdődik az érdemi munka. A felkészülési meccsek többségén szintén NB3-as csapatok ellen lép majd pályára a Sényű.